Az általános iskolában szépen megtanultuk, hogyha középkor Magyarországon, akkor ják, lébény, zsámbék. Ezt már zsámbékon is elmondtam, de akkor viszont nem említettem a Dunántúl negyedik legjelentősebb középkori templomát, a Türjeit, amit alig ismer valaki. Szerencsére nekem az apai nagyszüleim zalaiak voltak, tehát a hazafelé őket meglátogatva mindig útba ejtettük ezt a különleges téglamonstrumot. Türjén vagyunk, és a premontrei templom felújítása nemrég lett kész. Zala és Vas határán vagyunk, ahol sokáig egy impozáns középkori téglabazilika állt. Aztán 3 éve a Türjei templom megszűnt vörös téglatemplom lenni, tojáshéj színű vakolatot kapott. Először a műemlékesek Facebook csoportjába jelentek meg a hozzászólások, először mindenki értetlenkedett, mint én is. Aztán előkerültek a felújításban résztvevők, a templom kifehéredett, pedig számomra Türje volt a középkori magyar téglatemplom. Aztán a barokk külsőt 100 éve Lux Kálmán restaurálta, de úgy, hogy ő is múltat álmodott, tulajdonképpen a barokk külsőből előbányázta a középkorit, mint egy romantizálta, és a vakolat maradványok alól egy teljes téglahomlokzatot bontott ki. Egyébként 100 évvel ezelőtt, ezt egy fotó is bizonyítja, ez meg egyáltalán nem így nézett ki, de hát ugyebár az átalakulásokat érzelmileg és logikailag is mindig nehéz megszokni. Egy fotón a Türjei templom 1900 körül még vakolattal burkolt templom volt, másféle tornyokkal, barokk kapuzattal. Aztán jött Lux Kálmán, aki 1916-ban a premontrei rend megbízásából kezdett foglalkozni a templommal. Ő hozta létre később a középkorias külsőt, ami egyébként megfelelt a kor műemlékvédelmi gondolatának, amikor stílszerűen továbbépítették, felturbozták a középkori emlékeket. Lásd Ják, vagy éppen a Mátyás templom. A 100 éve szabadon hagyott téglahomlokzat aztán szép lassan az időjárás hatására meg az autóforgalom növekedése miatt szépen lassan elkezdett mállani, romlani. Ezért nem csak a történelmi hűség, hűtlenség miatt kellett visszaállítani azt a külső vakolatréteget, hanem meg is kellett védeni a falakat. Türje egyébként Sümegtől nyugatra és Zalaszentgróton túl fekszik. A templom a premontrai szerzetesekhez tartozott, és a 13. század elején egy helyi kegyúr, a türjenembeli, későbbi szentgróti dénesbán építette fel a tatárjárás előtt vagy után. Türje valaha jelentős településnek számított, mint a Budáról Velencébe tartó kereskedelmi út egyik állítólagos állomása. Török időkben többször és többféleképpen kirabolták, elpusztult vagy kiégett. De a törökök soha nem ostromolták, pedig apró végvár is volt, igazából a sümegi végváriak, tehát a magyarok égették fel. A visszacsapás később jött, amikor 1604 elején 2 környékbeli földesúr a püspökkel való leszámoláshoz is elég erősnek érezte magát, és a sümegi várban tartózkodó püspököt fel is koncolták, a levágott fejét pedig a várfokra tűzték. Aztán később barokk építményi alakították át, bővítették ki. A türjei prépossági templom 3 évig tartó felújítás után idén nyár végén készült el. A türjei templom felújítása a csornai prépossság kiemelt projektje volt, a több mint 3 milliárd forintos állami támogatásból a műemléki helyreállítás mellett a látogatóközpont még épül az egykori majorság helyén. Különlegesség még, hogy a templom leghíresebb és egyben a legrégebbi freskói a Szent László legendával a déli mellékhajófalán találhatók. A legenda legalaposabb leírása a Képes krónikában jelent meg, de a középkorban rendkívül népszerű és elterjedt volt a falképes ábrázolása is, mivel az Anjou királyok erősen támogatták a lovak király Szent László kultuszát. Karaszkon már beszéltem a egész Szent László legendáról. A lényeg, hogy a kerlési csatában László még nem volt király, csak herceg, Aba Sámuel alatt, és nem a kunok támadtak, hanem a besenyők, a többi egyébként stimmelt.
Az elsőképpen itt is Nagyvárad szerepel, ahol kitörnek a magyar vitézek és üldözőbe veszik a kunokat, majd később dárdával, pontosabban kopjájával megsebzi Szent László a kun vitézt, a lányrabló kunt. Nagyon furcsa ez a kép egyébként, mert a háttérben két fa van, ami úgy néz ki, mint valami vérfröccsenés lenne, de aztán a képen van egy harmadik fa is, amiről kiderül, hogy ez valójában mi. A képnek a közepe hiányzik, ahol a kunt lefejezik, és már csak a tulajdonképpen a végkifejlet, illetve a békés lezárás látható, ahol a elrabolt lány és Szent László egy fa alatt megpihen. Középkori és barokk, eredeti és felújított kerül tehát egymás mellé példás egységben a türjei premontrai templomban. Ahogy már eddig is kiderült, pusztítások, át- és újraépítések évszázadaiból született meg a mai összkép. A rend utolsó feloszlatása és a jól szervezett gazdaságnak az elvétele 1950-ben következett be. A felújított templom mellett pedig még épül a látogatóközpont, a régi majorság épületei közül csak egy emeletes barokk raktár maradt meg. A korábbi kolostorból pedig szociális otthon lett, ma már ez is egyházi kezelésben áll. A türjei premontrai templom pedig felújítva a különböző korok harmonikus egységében várja a látogatókat, hogy jól rácsodálkozhassanak. Támogass minket a Patreon! ¶¶